Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. November eleje van, ma tehát egy hóvégi összefoglalóval jelentkezem ismét. Rövid leszek, az október ugyanis elég siralmas volt könyves tekintetben nálam. Az elolvasott könyvek száma 2, a megszerzetteké pedig 0. Igen, jól hallottátok? 0. De most ezen ne akadjunk fenn, inkább elmesélem, hogy mi volt ez a két könyv, amit ebben a hónapban sikerült végigolvasnom. Az első Joe Callaghan-től az Egy szempillantás alatt. Ez egy krimi, amelyben a mesterséges intelligencia nagy szerepet játszik. Erről a könyvről egyébként beszéltem már másik videókban is néhány szót. Én is említettem is, hogy az egyik kedvencemről van szó az idei évben. A főszereplő Cat Frank, főfelügyelő, a férje halála után tér vissza a rendőrségi munkához, és egy pilot projektbe teszik be, amelynek célja annak kiderítése, hogy a mesterséges intelligencia mennyiben tudja segíteni a rendőrségi nyomozást. Ehhez kapnak egy okos detektív asszisztenst Locke személyében, ha ezt lehet így mondani. Annak ellenére, hogy nagyjából tudtam, hogy merre fognak haladni a szálak, kit fognak megkeresni az eltűnt személyek közül, merre halad a nyomozás, hogy kapcsolódnak az egyes emberek egymáshoz, mi lesz a következő lépés, mi fog történni x idő múlva. Egy nagyon izgalmas könyvről van szó, végig fenntartott az érdeklődésemet, és faltam a lapokat, nem csoda, hogy talán 3 nap alatt fejeztem be valahogy így. És mondanom sem kell, hogy maga a téma is rendkívül megfogott engem, mert nem találkoztam még a mesterséges intelligenciával ilyen kontextusban, mint a rendőrségi nyomozás. Nem tudom, hogy mennyire vagyunk távol ettől az elképzeléstől, amit itt a könyvben leírnak, valószínűleg nem is annyira nagyon, mint ahogy elsőre gondoljuk. A második könyv pedig Isabella Maldonado-tól a Titkos kód, ami egy sorozat első része. Ebben Nina Guerrera FBI ügynök történetét követhetjük nyomon, aki a Titkos kód nicknévvel ellátott sorozatgyilkos után nyomoz, aki nagy valószínűséggel ugyanaz az ember, aki őt annó tinédzser korában elrabolta és megpróbálta megölni. Egy érdekes etikai kérdést is felvet ez a történet, miszerint szabad-e egy nyomozónak ilyen esetben belevonódnia a nyomozásba, és a történet folyása azt a választ adja nekünk, hogy igen, és ebben az esetben sajnos szükséges is az ő személyes bevonódása is, bármennyire megterhelő ez az ő számára lelkileg. A gyermekkori, illetve fiatalkori élményeit is nyomon követhetjük azáltal, ahogy megelevednek az emlékei. Nagyon kemény dolgokat élt át a nyomozó annó, eléggé felkavaró történetet látunk. Ugyanúgy egy rendkívül izgalmas történetet olvastam, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a folytatásra. Egyetlen dolog sántít nekem, ez pedig a közösségi média feltüntetése ebben a történetben. Én nem gondolom, hogy bármelyik platform hosszú időre kiengedne ilyen tartalmat, mint ami itt a könyvben szerepel, ha egyáltalán kiengednék, de mondjuk azt, hogy a papír mindent elbír, és lenyeljük ezt a dolgot. Nekem tényleg nagyon tetszett ez a történet, és újra meg tudtam döbbenni azon, hogy micsoda szörnyetegek létezhetnek a világban, mert sajnos nem is annyira távoli a valóságtól ez a dolog. Na és hogy esett az, hogy én ebben a hónapban nem vettem könyvet, magam sem tudom, egyszerűen így jött ki. Habár az igaz, hogy a Dűne utolsó 2 kötetét megerendeltem, de ezek még nem értek ide, úgyhogy nem annyira számítanak majd akkor, amikor megérkeznek, ami én nem is tudom, hogy mikor lesz, de ez most nem is annyira lényeges. Nem is igazán hiányzik, hogy könyvet vásároljak, most így az év utolsó néhány hetében. 2 hete elrendeztem a könyvespolcomat, minden a helyére került végre valahára, most gyönyörű rend van rajta,
így nem is kívánom ezt jobban megbolygatni, mint amennyire feltétlenül szükséges, és már nagyon tényleg helyem sincs, úgyhogy elsőként egy polcot kellene szerezni, mint könyvet. Nem tudom, hogy ez mennyire fog a közeljövőben összejönni, valószínűleg ebben az évben már nem, de ez nem veszi el a kedvemet sem az olvasástól, sem egyébként a gyűjtéstől, mert az e-book olvasóra ugyanúgy nagyon sok könyvet meg lehet vásárolni, hogyha már ténylegesen olyan szintű a helyhiány. Köszönöm, hogy velem tartottatok! Írjátok meg kommentben, hogy ezt a két könyvet olvastátok-e, és ha igen, mi volt róla a véleményetek. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!